224 újonc tett katonai esküt tegnap délután, 10 hetes tatai alapkiképzésük után. Tulajdonképpen azoknak az alapvető katonai ismereteknek az elmélet és gyakorlati elsajátítása, ami lehetővé teszi, hogy azt követően ráépítsék azokat a szakmai ismereteket, amelyeket egy konkrét beosztás betöltéséhez el kell látni. Minden katonának érteni kell ahhoz, hogy hogyan kell a fegyverét használni, az egyéni fegyverét. Minden katonának érteni kell ahhoz, hogy a szabályzatok, a szabályzók hogyan alakulnak. Minden katonának ismernie kell a szolgálat lefolyására vonatkozó törvényes és jogi kérdéseket. Emellett minden katonának tudnia kell első segélyt nyújtani, tudnia kell saját magát ellátni, és hadd ne soroljam tovább, minden olyan, amit minden egyes katonának ismerni kell, az az alapkiképzés tematikájába bele van építve. A mostani állomány ugye számos helyőrségből tevődik össze, hiszen nem csak tatai katonákról van szó, közel 22 katonai szervezet, illetve katonai alakulat állományába tartozó új katonák tettek itt esküt. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani 224 fő, ezek nagyon jól felkészültek, nagyon elkötelezettek. Tényleg azt mondom, hogy álhatatosan és lelkiismeretesen hajtották végre a feladatukat. Kántor Gábor édesapja nyomdokait követte, amikor a katonai pályát választotta. Az eskütétel valóban fontos határkő az életében. Én engem büszkeséggel tölt el, hogy büszke lehet rám a családom, hogy büszke lehetek arra, hogy honvéd vagyok. Úgy gondolom, hogy ez valóban mérföldkő egy ember életében. Székesfehérváron az MH93 vegyvédelmi zászlóaljnál leszek mentesítő. Szeretném elvégezni az altiszti iskolát magasabb rendfokozat reményében, magasabb beosztás reményében. Az elköteleződést vállaló eskü nem csupán az eredményes alapkiképzés koronája, hanem lévén Tata katonaváros, egyben méltó őrzése a katonahagyományoknak. Ez egy hagyomány, egy történelmi hagyomány, ami szerintem mindig is velünk fog maradni. Szerintem az egyik legkomolyabb eskü, hiszen a katonák az egyetlenek, akik arra tesznek esküt, hogy akár az életük feláldozásával is megvédik Magyarországot, ami szerintem unikális, mindenféleképpen egy felemelő, és ne felejtsük el, hogy az eskü egy életre kötelez. Jártam egy-két helyen a világban, én azt gondolom, hogy nagyon jó híre van a magyar katonának. Tehát annak a szakmai felkészültségnek, professzionalizmusnak, fegyelemnek, amivel a feladatokat végrehajtjuk, akár az európai műveti területeken, akár távolabb lévő területeken, vagy akár nem fegyveres külszolgálatban, én azt gondolom, mindenféleképpen öregbíti az ország és a magyar honvédség hírnevét.